Sziasztok, Kovács Ádám vagyok. Én is a Gábor csapatában dolgozom pár hónapja. Ő volt az első előadó. És hát ebben a biosorban majd a egyik kollégámnak a eredményei is benne lesznek, Balázsé, csak ő most nincs itt, mert beteg. Hát ugye a Open XML importálási és exportálási hibáinak javításával foglalkozunk. Hát ez a neve ellenére ez olyan Open Office-osan hangzik, de ezt a Microsoft fejlesztette ki. A LibreOffice-nak a saját file formátuma az UDF, UDT, meg ezek. Egyébként a OpenXML pedig DocX, XLSX file kiterjesztésekre kell gondolni, ezzel már biztos találkozott mindenki. Tehát, hogyha mondjuk a leggyakoribb probléma az, hogyha elmentünk egy fájlt DocX-be, LibreOffice-szal, és újra megnyitjuk, vagy pedig Microsoft Office-ban nyitjuk meg, akkor hibásan jelenik meg a tartalom. Vagy egy Microsoft Office-ban létrehozott OXML fájlt LibreOffice-ban megnyitva hibásan jelenhet meg a tartalom. Olyan is előfordul, hogy a LibreOffice jól ment el valamit, de úgy van, hogy megnyitáskor hibásan jelenik meg. Most példát akartam volna rámondani, de hirtelen én nem teszem be. Igen, jó, és hát ugye megtévesztő lehet az, hogy a Microsoft Office néha a hibás fájlok alapján is ki tudja következtetni, hogy mire gondolhatott a, vagy hogy mit kellene megjeleníteni, illetve további probléma még, hogy az OXML szabvány sok minden nem támogat, amit viszont LibreOffice-ba be lehet állítani. Egy példa, hogy elforgatás az Microsoft Office-ban csak minusz 90 és 90 fok között lehet, LibreOffice-ban viszont be lehet állítani mondjuk 315 fokot is, és hát mivel hogy ez nincs benne a szabványban, ezért ez nyilván rosszul exportálódik. Mondjuk egy, hogyan képzeljünk el egy hibát, mondjuk Microsoft Office-ban létrehozunk egy olyan dokumentumot, amiben egy ilyen diagramot készítünk, beállítunk neki ilyen vonalstílusokat, ezt elmentjük DocX-be, vagy XLSX-be, és majd megnyitjuk LibreOffice-szal, és mentés után ez lesz az eredmény, tehát elvesznek a vonalstílusok. Zárójelbe, ezt már javítottuk, 6.2-estől már érvényes lesz a javítás. Azt mondja, mit is írtam ide? Na igen, hát ez igazából ez csak ilyen nagyon kezdőknek ilyen motiváló előadás akart lenni egyrészt, másrészt pedig az eddigi eredményeinket soroltuk föl benne, de az már a végén lesz. Hát, hogyha esetleg valaki gókat szeretne javítani LibreOffice-ban, akkor hogyan induljon el? Ugye ezek a OXML és a UDT fájlformátumokat átnevezhetjük zip-fájllá és kitömöríthetjük, vagy rögtön kitömöríthetjük bizonyos tömörítőkkel, például a 7-zippel, és ezt követően belenézhetünk a tartalmukba. Ez mondjuk azért jó, mert összehasonlítjuk azt, hogy eredetileg milyen volt Microsoft Office-ban, és amikor elmentettük LibreOffice-szal, akkor mi romlott el benne.
ennek a... Ja, és hát persze át is írogathatunk benne ezt-azt. Erre is szükség van, néha. Ajánlott programok, XML copy, ez több platformon is telepíthető, például Linuxon is, nem csak Windowson. A OpenXML SDK az viszont kifejezetten Windowsos. Ez csak ilyen mellékes információ, hogy F11 billentyűt érdemes használni XML copy-ban, hogy ne így egymás után jelenjenek meg a XML tagek, hanem szépen hierarchikusan. Persze sima szövegszerkesztőkkel vagy böngészőkkel is megnyithatjuk ezeket az XML fájlokat. Nem biztos, hogy olyan jól olvasható lesz, mint ezzel a két programmal. Ja igen, és ha esetleg módosítottunk ezekbe a fájlokba valamit, és meg szeretnénk nézni, hogy ez hogy néz ki a dokumentum szinten, akkor egyszerűen csak ami ebbe a mappába volt, azt összetömörítjük egy zip fájlba, és átnevezzük a megfelelő kiterjesztésre, például docx-re. Jó, igen, és hát ugye a fejlesztés során elég gyakori, hogy ilyenekkel szutyogunk nagyon sokat, de igazából ennek az eredménye csak az lesz, hogy a LibreOffice kódjába egy sort átírunk. Itt a kitömörítés, egész egyszerűen csak ennyi. Ez a XML copy így néz ki, miután megnyomtuk az F11-et. Hát így látszik ennek a dokumentumnak a document.xml fájának a tartalma. Most éppen ami itt van kijelölve, ez az alakzatban lévő szöveg. Tehát ennek ez a megfelelője. Ez pedig az OpenXML SDK. Hát ez most éppen egy olyan funkciója, hogy itt megnyitottam az eredeti fájt, meg a LibreOffice-szal módosított fájt, és a kettő közti különbségeket így ki tudja írni. Igen. Tehát a most következő szlájdok tetszőlegesen felcserélhetőek igazából, tehát nem biztos, hogy ezzel kellene kezdeni, hanem kezdhetném azzal is, hogy Git Clone-nal lehúzzuk a LibreOffice-t és lefordítjuk. De most itt ezen a dián az szerepel, hogy hát először is nézzük meg, hogy milyen bugok vannak. Ezt ezen az oldalon tehetjük meg, vagy pedig például Google-be LibreOffice Bugzilla, és ezen az oldalon Search. Hát mivel, hogy mi a Office OpenXML bugokat javítjuk, ezért OXML-t írunk be a keresőbe, néhány bug, így néz ki az oldalon. Hát ezeket lehet nézegetni, vannak köztük könnyűek és nehezek. Lehet, hogy én találkoztam már olyan problémával, hogy leírva ilyen nagyon egyszerűen tűnt, de egyébként hát rengeteget kellett nézegetni a kódot, meg az XML fájlokat, hogy valami eredményre jussunk. És akkor ott van még az OpenGrok. Hát ez ilyen webes kódkereső. Fontos, hogy amikor megnyitjuk, akkor a kor az be legyen pipálva. És hát lehet például file név alapján keresni, és hogyha ide beírjuk az OX-et, akkor megkapjuk azokat a fájlokat, például ebbe a mappába, amik a OXML export és importért felelősek. Természetesen, hogyha kiválasztunk egy bugot, akkor azzal kapcsolatos kulcsszavakra érdemes keresni ezzel az OpenGrokkal, de az se rossz, hogyha
ezt a OX mappában lévő mappa struktúrát nézegetjük. Ja, igen, hát itt jön az, hogy hát akkor töltsük le a kódot. Ezt egyszerű Gitpro-nal megtehetjük. Itt minden részlet le van írva. Illetve... az a baj, hogy most itt, hogyha itt megnyomom az F5-öt... Nem nyomod meg. Nem nyomom meg? Jó, ha valaki letölti ezt a prezentációt és erre az ikonra rákattint, ott leírtam azt, hogy én hogy csináltam ezt, így lépésről lépésre, első pont, második pont, és ez tényleg így nagyon kezdőknek le van írva. Hát itt annyi, hogy szükség lesz GitHub és Gerrit azonosítóra, fontos, hogy parancsolva is azt állítsuk Gerriten ezekkel a parancsokkal, például azt a nevet és e-mail címet, ami a Gerriten be van állítva. Mi az a Gerrit? Illetve a SSH kulcsot is be kell állítani Gerritbe, a publikust. Hát itt felsoroltam ilyen linkeket, kezdőknek ez jól jöhet. Akkor, tehát ez már a kód, tehát hogy bizonyos változóknak vagy adatoknak hogy írassuk ki az értékeit, a felvett értékeit. Igazából én ezt úgy csináltam, hogy beesesháztam egy távoli gépre, és ott egész egyszerűen lefutott ez a parancs. Tehát mondjuk ezt a fájlt átkonvertálta, és amilyen eredményeket fölvettek ezek az adattagok, vagy változók, azokat kiírta egy szépen sorba a parancsolba. És a konvertálás eredményét pedig a LibreOffice könyvtárába helyezte. Itt látszik, hogy a egyel feljebbi mappában van a forrásfájl, és ebben a mappában pedig lett az eredmény. Hát nagyon sok ilyet kell csinálni a fejlesztés során. Sokszor ezt változtatgatjuk a fájlba, aztán megnézzük ezeket az eredményeket. A fejlesztésnek a nagy részét ezt teszi ki. Még azt nem mondtam, hogy ahhoz, hogy ez működjön, ennek a sornak is szerepelnie kell, ugye be kell inkludolnunk egy fájlt. Ez néha alapból benne van a mondjuk ez például a drawing-e, mert CXX fájlban van, ott alapból benne van, vannak olyan fájlok, ahol nincs. Ja, és hát a szabványokat is lehet nézegetni, például ezeken az oldalakon. Hát ez például ez a Microsoftnak a OXML szabványa, és hát azért az ODF szabvány is jól jöhet néha, össze lehet hasonlítani a kettőt. Ugyanígy fájl szinten is kitöverítve, ez ugyanúgy igaz. Akkor, hát most a eddigi eredményeink rész. Amíg nem készültünk el a javítással, addig ebből ez lett. Ha elmentettük a fájlt LibreOffice-ba, DocX formátumban, meg XLSX formátumban. A javítás után pedig hát látszik azért, hogy szebb az eredmény. Tehát mentés előtti és mentés utáni állapot majdnem ugyanaz. Akkor volt egy ilyen hiba is, hogy a bármilyen diagram cím az nem lett töltelve, és ez inkább importálási hiba volt, vagy rögtön amikor már a dokumentumban írtunk bele, akkor ez így nézett ki. Most már ez is meg lett oldva. Tehát most már szépen, ahogy írjuk be a szöveget, az tördeli magát a LibreOffice. Akkor volt egy ilyen hiba is, hogy ebből lett ez, elvesztek a diagramok adatpontjaira vonatkozó
egyéni tulajdonságok, de most már ebből ez lesz. Tehát ezek megőrződnek, látszik összebb az eredmény. Akkor volt egy ilyen hibajavítás is, hogy halmozott oszlopdiagramok szétcsúsztak, ha megnyitottuk őket Microsoft Office-ban. Ez pedig hát sok javítás. Itt egy ábrán például a színátmenetes oszlopok eltűntek. Feltételezem, de ez csak oszlopdiagramok. Ezt a Balázs javította. Illetve volt ilyen, hogy ha nulla volt az értéke egy adatpontnak, akkor az a X-tengely alá csúszott, ez is javítva lett. A háttér is javítva lett, akkor itt a jelmagyarázat is, jelmagyarázatnak is eltűnt a háttere, illetve a cím is sokkal szebb így. Igen, most kell értelmezni, hogy ebből lett ez a hibajavítás előtt, és most már ebből ez lesz. Látszik, hogy sokkal szebb. Ez itt LibreOffice-ban van megnyitva. Igazából nagyjából ennyi lett volna. Biztos van, amit még nem mondtam el. Mi az a gerrit? Mi az a gerrit? Mi az a gerrit? Beszéltél róla, de nem mondtad el, mi? A Gerrit az tulajdonképpen a Githez ilyen webes kiegészítő. Gitbe mi csak commitolunk, aztán Gerritbe pusolunk. Tehát a Git commit, aki nincs benne annyira így a témában, az csak így helyileg egy változtatást ilyen helyi úgynevezett stashbe ment el. A Gerrit pedig kiküldi ellenőrzésre. Hát így, ilyenkor általában ilyen automatizált tesztek futnak le a beküldött javításon, illetve látják ezt a senior programozók is, meg hát persze kérni is lehet, hogy valaki review-olja, tehát nézze át a beküldött módosításokat, és nyilván tehát a kódban történő úgynevezett mergelést, tehát így a kódban történő beillesztést is nyilván a senior programozók végzik el. És hát így az ezzel kapcsolatos eredményeket, tehát hogy hogy áll ez a mergelés, meg hogy állnak a tesztek, ezt a Gerritbe láthatjuk. Nagyjából ennyi. Kérdés nincs. Kicsit fenyegetőbb. Kérdés nincs.